figyelsz, ó Zeus is, föld és fény, hogy miféle panaszt sikít a füledbe a szerencsétlen feleség. A rettenetes názágért ugyan miféle vágy ragadott el, ó Ezeus asszony. A halál végzete magától is eljön. Sietetik? Nem mindennapi Médeia előadást láthatnak a nézők a Pince Színházban, amit március végén mutattak be. Euripidész tragédiáját időszámításunk előtt az 5. században 431-ben mutattak be. De aktualitása ma is megkérdőjelezhetetlen. Nem szokványos módon közelít az ismert történethez ez az előadás, új kérdéseket generál a nézőkben és a játszókban is, irányokat ad és mérhetetlen női erőt közvetít. Az előadás rítus és beavatás. A darab fordítója Térei János mellett Karsai György, aki maga is a színpadon látható. Értelmezi a jeleneteket és segíti a nézőt, hogy szempontokat kapjanak a szereplők jellemével kapcsolatban, hogy ítélkezni tudjanak. Ahogyan az alkotók is megfogalmazták, ez a Médeia egészen más, mint amit eddig láthattak. Hát ilyen Médeiát még biztos nem láttak az emberek. Tehát hogy ez szerintem egy teljesen egyedülálló dolog, pláne úgy, hogy ez egy ilyen félig meddig beavató színházi előadás, tehát bizonyos időközönként megállunk, és akkor megbeszéljük, hogy na akkor ez a Kreón, aki most bejött, akkor na ez most kicsoda. Én miért jött be? Mi csinál ő? Ez ugyanaz a Kreón, aki az Oidipuszban? Nem, az teljesen másik Kreón. És ezt így megbeszéljük, és aztán megy tovább a jelenet például. Sötét tekintetű férjedet gyűlölöm, Médeia, hozzád szólok, én Kreón. De Gyuri, figyelj el, hogy most ez a Kreón, ez most az a Kreón, aki az Oidipuszban is van? Nem. Antigónéban? Nem. Oidipusz kolonoszban? Nem. Nem. Az a Kreón, akit kérdezel, Thébai uralkodója. Ez egy másik páros, valóban, ez Korinthos, az pedig Thébai, és az ottani Thébai Kreón, az egy híres, sok baj van vele. Euripidész Médeiája, amelyet Térei Jánossal fordítottunk le. Én nyers fordítást készítettem számára, és azután együtt dolgoztunk a költői szöveget, azt természetesen a költészetet, azt ő adta hozzá, illetve ő olyan nyelvet talált ki hozzá, amely a mai követelményeknek azt hiszem, hogy tökéletesen megfelel. Az az egészséges, hogyha azt szokták mondani a szakemberek, hogy egy-egy kultúrán belül a klasszikusok fordítása az nemzedékenként újjászületik. Ahogy a nyelv változik, ahogy a nyelvhasználat változik, ahogy a hétköznapokban beszélünk egymással, és amilyen fogalmak születnek, és amilyen fogalmak időnként kikopnak egy nyelvből, hogy ennek a lüktető nyelvi mozgásnak valahogy le kellene képződnie a fordításokban is. Felfogásában az, hogy itt ül velünk egy klasszika filológus, aki beszéli azt a nyelvet, amely nyelven írt Euripidész, azért ez egy nagy szó, dramaturgként olyan elemeket is beletesz, amit mondjuk más darabokban vagy nem tudnak értelmezni, vagy kiadják belőle, mert nem értik egész pontosan. Nem biztos, hogy nem értésből, hanem nem tudják hova a darab nexusába beletenni a humort például, ami nálunk nagyon fontos, a humor eleme. És ez nagyon furán hangozhat, mert sok barátom mondta, hogy megnézni, de rettegnek, rázza őket a hideg, hogy belegondolnak, hogy megnézik a Médeiát, mert ők azt ismerik. Hogy Euripidészt azért utálták annyira a szerzőtársai, mert hogy ő nem ragaszkodott szigorúan ahhoz, hogy ő most tragédiát ír, hanem a tragédia és a komédia elemeit keverte. Hát mi meg ezt komolyan vettük, hogy akkor én csomó esetben tulajdonképpen én vagyok a vígjátéki ellenpontja Ágensnek. A darab első 40 perc az úgy néz ki, mint hogy ez egy komoly előadás lenne, illetve hát az is, de hogy mint hogy egy ilyen igazi tragédiát játszanánk, és aztán egyszer csak ez így megtörik ez a rendszer, és akkor egyszer csak rájönnek, hogy ezen lehet nevetni, és akkor az nagyon szórakoztatónak szokták találni, hogy Euripidészen lehet nevetni, meg ezen a gyerekgyilkosos darabon is lehet nevetni. Sok baj van vele, a Jokasztének a fivére, és többször lesz király majd Thébaiban. Antigonét ő fogja majd a halálba kergetni.
De most nem erről akarunk beszélni. A korinthoszi Kreón egy méltán, te magad, egy megérdemelten ismeretlen hős a mitológiának. Semmit se csinált, ami maradandó, emlékezetes lenne, eltekintve attól, hogy egyetlen szíved vágya az, hogy a lányodat, Glaukét, akit nagyon szeretsz egyébként. Ez szép dolog, ez kérdés. Ez nagyon, azért mondom, hogy ez egy nagyon pozitív tulajdonos, hogy családszerető, a család király vagy, ez valóban ettől a híres mitológiai alakok közé sorolhatod már magadat. Van magának a klasszikus daraboknak egy olyan, mint egy kicsit ilyen reneszánsza lenne ma. Ez valószínűleg abból származik, hogy az emberek kicsit talajvesztettnek, érzik magukat, és hogy megpróbálnak a régiekhez visszanyúlni, hogy hát, ha ott van valami válasz a kérdésekre. Magamról is tudom, én is ezt csinálom, és hogy otthon is. És ha nincs is igazi magyarázat, de mondjuk vannak jó kérdésfeltevések, amire lehet mai 2023-os válaszokat adni, de azt már nekünk kell megkeresni. A másik meg az nagyon jó azzal szembesülni, hogy 2400 évvel ezelőtt is nagyjából hasonló problémákkal küzdöttek az emberek, mint ma. Ez egyrésztről egy jó leső érzéssel tölti el az embert, másrészt pedig elkeserítő a dolog, hogy semmit nem tanultunk az elmúlt cirka 2300 évből. Mint a legfőbb segítő utamon minden isten és halandó közül. Finom lelkeddel, és ezt most így mutatom, hogy a pikaliak is lássák. Szóval, finom lelkeddel, hogyha felhánytorgatod a múltat, láthatod, hogy Erosz kényszerített pontos nyilával, hogy megmenzd a testemet, mondjuk ezen nincs túl sok magyarázni való. Jól tetted, bárhogyan is használtál nekem, engem. A megcsalt, elhagyott nő, aki föláldoz mindent egy férfi szerelméért, és azután ilyen-olyan okokból ennek a kapcsolatnak vége szakad, hogy vajon hogyan reagál erre. A teljes ártatlanságával és a megbántottságával meddig mehet el egy nő, egy ember, meddig mehet el az igazságtalan elszenvedett bántások után, hogy amikor teljesen eszköztelen és minden kiszolgáltatottságával együtt az ember talpra tud állni, és valahogy meg akarja mutatni a világnak, hogy milyen borzasztóan erkölcstelen dolog történt vele. Mindig azzal van baj, hogy mindent lehet csinálni, mindent lehet gondolni. A görög tragikus hősök mindig túllépik azt a mértéket, amely a halandó számára megengedett. Médeia ebből a szempontból kivétel. Az ő szenvedései, az ő szenvedéstörténete, mindaz, amit el kellett viselnie, a kiszolgáltatottsága, a magánya sok mindenre feljogosítja, vagy legalábbis a történet szerint úgy érzi, hogy feljogosítja. Maga a Médeia alak megszületése az előidézte azt, hogy ebből egy olyan toposz, szereptoposz is vált, ami a művésznők szerepálma. Az Euripidész elképesztő módon feminista író volt. És ez azért, gondoljunk bele, 2500 éve. A szövegei, ez a fajta fordítás, a Karsai Térei fordítás, annyira közel állnak hozzám, mintha a saját szövegemet mondanám. Nem teljesen így, nem teljesen úgy, természetesen, tehát nem szó szerint, de elképesztő módon közel áll hozzám az életfelfogása, a nexusa a világhoz ennek a nőnek. Ahogy átlát a Szitán, és gyakorlatilag kineveti, és úgy csavarja ujjak köré a különböző archetipusokat, férfi archetipusokat, ahogy kedve tartja. Szenved, fájdalma van, mindenféle problémája van, de átlát a Szitán, és ez nagyon-nagyon fontos. És szerintem ez rohadt aktuális most. Mindegy, mi lesz velem, ha innen elmegyünk, csak őket féltem. Nem tehetnek semmiről. Király vagyok, de tompa az akaratom. Ez a baj. Káromra van az a jó szívem. Médeia, nem árulok el titkot ezzel, Médeia igazának
hangsúlyozásával, illetve Médeia és a férfi világ, a görög férfi világ, a görög hős férfi világgal viszonyában a különböző típusú nagy, úgymond nagy görög hősökkel kerül kapcsolatba, és ezek a konfliktusok mutatják meg Médeia személyiségét, egyéniségét, intelligenciáját, kiszolgáltatottságát, és azok a férfiak, akikkel ő így kapcsolatba kerül, nagy görög, nagynak tudott görög hősök, vajon milyen jellemvonásokkal, vajon milyen értékekkel fognak szembeszállni. Száműzlek még ma ebből a városból. Fogd kézen két fiad, csomagolj gyorsan. Én a parancs őreként jelentem most meg, s addig nem megyek haza, még itt látok a város határon belül. Ez három kretén. Egytől egyik idióta. Tehát, hogy egyik se normális. De görög hősök. Tehát úgy nem normálisak, hogy görög hősök. Szóval, hogy az egyik narcisztikus, a másik, hát mondjuk azt, hogy az észbeli képességeknek kicsi a híján van, de ezt nem mi találtuk ki, hanem ezt Euripidész így írta meg. Csak valahogy ezt így szeretik kihagyni belőle. Rengeteg problémát úgy szoktak megoldani, hogyha valamit nem értenek, vagy ez túl viccesnek hangzik, akkor inkább húzzuk ki. És akkor szerencsére volt itt nekünk egy klasszika filológusunk, aki elmondta, hogy ezt miért nem kell kihúzni, ez miért igenis játszható, csak ez nagyon jó így játszani. A Médeia című előadást a Pince Színházban legközelebb május 2-án és 9-én láthatják.